Térjünk rá egy nagyon fontos témára. A 10. jubileumi David Popper nemzetközi cselló verseny lesz Várpalotán, október 10 és 14-e között. Ugye ez azért is fontos, nem csak azért, mert a cselló, beszéltük itt a beszélgetés elején, hogy én a csellót, mint hangszert mennyire szeretem, hanem azért is, mert jubileumi versenyről van szó, és ahogy ön mondta, Szili Gabriella, a fesztiválnak az igazgatója, jó reggelt kívánunk, rendkívül sokan jelentkeztek a versenybe. Igen, ebben az évben 106 versenyző jelentkezett 25 országból. Európa számos országából, de nagyon távolról is érkeznek ismét, Amerikából, Ausztráliából, Kínából. Kínából nagyon sok versenyző jön, Dél-Korea, Tajvan, Malajzia, Mexikó, és hát Európa számos országa. 2000-ben volt az első verseny. Mekkora utat jártak be most így 23 év távlatából? Hú, ezen a kérdésen így nem is gondolkodtam. 20 éve az egy fél emberöltő, majd negyed emberöltő mondjuk. Nagyon sokat változott, fejlődött, igen, talán így mondhatnám, a csellózás technikája elsősorban. Én nagyon fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy hol tart a világ, hiszen abba kell beleilleszkednünk, nekem nem, de a csellóművészeknek, akik erre készülnek. És ez a verseny 9-től 23 éves korosztályt öleli fel, tehát a teljes tanulmányi időt átíveli, és így nagyon pontosan lehet látni pontról pontra, hogy hol tart a fejlődésben a tanuló, illetve a tanár, mert a tanárnak is tanulnia kell. 20 év, azt mondom, nagyon hosszú idő, úgyhogy fantasztikus csellisták érkeznek ismét. Gabriella, mondhatom azt, hogyha ennyien jelentkeztek erre a versenyre, aminek nyilván majd talán fejtegetjük az okait, mondhatjuk azt, hogy a cselló egy népszerű, vagy akár használhatom azt a szót, az egy divatos hangszer? Nem tudom, ezt a kérdést föl szokták tenni, de nem nagyon tudok rá válaszolni, mert én csellisták között mozgok. Tehát igen, azt gondolom, hogy igen, népszerűsítik a hangszert mindenképpen, mert voltak ezek a tehetségkutató versenyek, ahol kiváló fiatal csellisták szerepeltek sikerrel, és használják a hangszert különböző műfajokban, stílusokban, például filmzenében, a Wednesday-ben végig csellózzák az egész filmet, vagy amit én nagyon szeretek, az Apokaliptika zenekart, ahol kemény rock műfajban szerepel a cselló. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, népszerű. Sőt, tovább mennék, biztosan is ismeri a Hauser nevű csellista művészt, és tulajdonképpen az ő segítségével a cselló, az most már akár a nagyon fiatal korosztályig, a fiatalokig eljut, és népszerűsíti magának a csellónak, a csellózásnak a műfaját, ami szerintem nagyon fontos a mai világban, hogy eleve a hangszertanulás. Igen, hát két nagyon jó kiállású fiatalember, ez nem egy utolsó szempont a népszerűsítésbe, és közismert dallamokat dolgoznak át, úgyhogy, és nagyon, nagyon látványos a színpad technika is, de van ilyen Magyarországon is, két fiatal hölgy, a duó Red Vine a nevük, és ők is hasonló módon próbálják népszerűsíteni a hangszert. Az minek köszönhető, hogy a Távol-Keleten ennyire népszerű a csellózás, és ugye itt Magyarországon is, ahogyan ön is fogalmazott, többen érkeznek abból a régióból erre a versenyre? Hát én gondolom, hogy a népesség számszerűsége miatt is, ugye Kínában ugye nem tudom hányan, de rengetegen laknak. Egyébként Ázsiában a zene tanulás az önmagában népszerű, és olyan módon művelik, gondolom én, már abból, amit hallok belőlük, mint az élsportot. Tehát egész picikortól nagyon szisztematikusan, céltudatosan nevelik a gyerekeket a művészpályára. Fontos nekik egyébként eljönni Európába, megnézni, hogy mi hol tartunk. Igen, igen, nagyon sok tehetség van. A világon mindenhol, Magyarországon is, hozzáteszem, de muszáj látnunk, hogy itt is, ott is, amott is van kiváló tehetség. Beszéljünk még egy kicsit a versenyről. Október 9-én lesz egy ünnepélyes megnyitó, ahol hallható lesz egy különleges ősbemutató Farkas Bence erre az alkalomra írt műve, öt csellóra és vonós zenekarra.
És ezt a Várpalotáról származó csellőművészek, őket hadd mondjam el név szerint, Farkas Olivia, Vízvári Beáta, Kárász András, Kis Csongor, Sanda Zsombor adnak elő, és ennek a hangversenynek a szólistája Yosuke Shimizu, a 2021-es évi David Poppen nemzetközi csellóverseny negyedik korcsoport győztese. Akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges koncert lesz. Valóban, és akkor még a szereplőket kiegészítem, mert a Mendelssohn kamarazenekar lesz a nem csak kísérő, hanem szereplő zenekar, a Kovács Péter vezetés, művészeti vezetésével. Különleges, mert az előző utóbbi években már több alkalommal az előző versenyek egyik győztesét hívtuk meg, és így Yosuke is fog játszani, a Haydn Dédur koncertet adja majd elő, és nekem, vagy számomra különleges azért, mert a saját tanítványaim azok, akik ezt a erre az alkalomra írt művet fogják előadni. A címe egyébként Popper Puzzles, és Popper előtt tiszteleg. Én hallottam már a demót, és azt kell mondjam, hogy hátborzongatóan fantasztikus, szóval nagyon várom, nagyon izgatott vagyok emiatt. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk ugye a jelentkezőknek, és önnek pedig kitartás erre az időszakra, hiszen egy nagyon sűrű időszak vár, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.